Elöntötte a víz a Molnár Gábor parkerdő egy részét június 14-én délelőtt. Az itt élő kis lakóközösség a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt nem tudott hazajutni otthonukba. A látszat ellenére az éttermet nem veszélyeztette a csapadék, az zavartalanul üzemel és akadály nélkül megközelíthető. A helyiek előtt már nem ismeretlen ez a jelenség, 2 éve már átéltek hasonlót. 2 évvel ezelőtt is volt, hogy akkor úgy emlékszem, hogy 2 napon keresztül is az erdőn átjártunk gyalogosan, gumicsizmába felöltözve, mert víz miatt nem tudtunk lejönni az úton. A mostani példa is azt mutatja, hogy a természet nem csak szép, hanem veszélyes is tud lenni. Hát a probléma az, hogy amilyen gyönyörű, olyan veszélyes is, hiszen két oldalt hegyek veszik körül a völgyet, hiszen a hozzátartozó település neve is Ajkacsinger völgy volt, és itt a völgyben hát megül a csapadék. És a hirtelen jön és sok jön, már pedig azért 1-2 évent előfordul, akkor a vízelvezetés igazából nincsen megoldva. Na de mit tehetnek ilyenkor a lakók, ha a víz útjukat állja? Ilyenkor előkeressük a gumicsizmákat, belebújunk, és az erdőn keresztül, itt a szánkópálya felett, ott gyalogosan közlekedünk, az autót azt itt lent hagyjuk száraz helyen, és túrázunk hátunkon a szatyrokkal, a batyukkal. A tűzoltók homokzsákokkal, az önkormányzat munkagépekkel sietett az ingatlan tulajdonosok segítségére. Bár úgy tudjuk, hogy a homokzsákokra végül mégsem volt szükség, lakóingatlant ugyanis nem veszélyeztetett a víz. Hát az önkormányzat tulajdonában álló Kft. Munkatársai annyit tudtak tenni, hogy árkotástak, és ebbe az árokba akkor a víz egy része le tudott eddig legalábbis jönni. De hát az árok kiásásánál rögtön bizonyos közművek előkerültek, tehát ez sem egy tartós megoldás. Ez most csak egy ilyen, hogy úgy mondjam, tűzoltásszerű megoldás volt. Az egyik itt lakó azt is elárulta nekünk, hogy a nehézségek ellenére esze ágába sincs innen elköltözni. Nem gondolkodom, én nekem nem jut eszembe, én így születtem Ajkának, Csinger részén, Bódén nőttem fel, én nekem itt kell meghalnom. Reméljük, a szakembereknek sikerül megoldást találni a problémára. Addig csak abban bízhatnak a lakók, hogy az időjárás kegyes lesz hozzájuk.